Magyarország kormányának több mint 25 millió forintos támogatásából újult meg a római katolikus plébánia Novajon. A munkálatok során lecserélték a tetőcserepeket, hőszigeteléssel látták el a homlokzatot, kicserélték a külső nyílászárókat, emellett a belső terek megújítására, valamint eszközbeszerzésre is lehetőség nyílt. Minden egyes plébánia feltételez egy közösséget, hiszen a közösség az, amely templomot épít, a közösség az, amelynek papja van, a közösség papja a plébános, aki a plébánián lakik. És nyilvánvaló, hogy egy közösség építéséhez kell olyan infrastruktúra, olyan körülmények, amelyek mindezt lehetővé teszik. Én bízom benne, hogy Magyarország kormányának támogatásából megújult plébánia épületünk a közösség megújítására is nagyon jó hatással lesz. A megújult plébánia épületet Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg augusztus 11-én. Az ünnep egyben a település búcsú ünnepe is volt. Bár a templomot magyarok nagyasszonya tiszteletére szentelték, a szüreti munkálatok miatt évtizedek óta augusztusban, Nagy Boldogasszony napján, vagy egy ahhoz közeli időpontban tartják a templom búcsúját. A megáldást megelőző ünnepi szentmisében a főpásztor egyebek mellett a Mária ünnep üzenetére hívta fel a figyelmet. Olyan sokat beszéltünk már felújításokról, olyan sokat beszéltünk arról, aminek örülni tudunk, amik földi dolgok. Mégis a mai ünnepen a tekintetünk elsősorban az égre mered. Azért, mert Szűz Mária mennybevételére emlékezünk. És a mai szentmise könyörgése is arra figyelmeztet bennünket, hallottunk egy ilyen mondatfűzést, az odafönt valókra törekedjünk. És ez a legfőbb üzenete a mai napnak, ennek a Mária ünnepnek, hogy mi is az odafönt valókra törekedjünk. Bár kétségtelenül ez az odafönt valókra törekvés nem idegenít el bennünket földi feladatainktól, földi gondjainktól, földi örömeinktől, hiszen ezeken keresztül valósul meg az odafönt valókra törekvés. Ugyanis a mi életünkben, keresztény emberek életében ez a kettő teljes harmonikus egységben van. Választ kell adnunk arra a kérdésre, hogy kitartsunk-e igaz hitünkben és hűségesek legyünk-e Jézus Krisztushoz és az ő egyházához. Ahhoz a Jézushoz és ahhoz az egyházhoz, amely minden földi bizonytalanság mellett biztos jövőt ígér számunkra. A mai ünnepen gondoljunk arra, hogy Mária üres sírja Jézus üres sírjának a megfelelője és valamiképpen a mi üres sírunk előképe is. A kereszténység legnagyobb üzenete a feltámadás reményébe vetett hit. Erről a hitről kell tanúságot tennünk közösségeinkben, mondta beszédében Ternyák Csaba.